Én is nagyon szépen köszönöm, és el is kezdenénk az első előadással, és professzor dr. Rajnai Zoltán urat, a Magyarország kiberkoordinátorát, és még sorolhatnám a különböző funkciókat, kérném fel, hogy stratégiai szempontból közelítse meg az előadást. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt résztvevők, először is szívből gratulálok a konferencia szervezőinek, hiszen manapság elég nehéz konferenciát szervezni, ráadásul úgy, hogy helyszínen és online is több százan követhetik nyomon a konferencia eseményeit. Elnézésüket kell, hogy kérjem, mert egy picit hosszabb előadásra készültem, de nekem 10 órára Székesfehérváron kell lenni, és nagyon be vagyok szorítva az időbe, és ez nem várt programom. Úgyhogy elnézésüket kérem egy picit, illetve jóval, de lerövidíteném az előadásomat. És kapcsolódva a konferencia témájához, azt gondolom, hogy az információ megosztás, a különböző fontos stratégiai kérdések megosztása, az események megosztása egy nagyon-nagyon fontos területe a kiberbiztonságnak. És ha csatlakozhatom ehhez a vonalhoz, akkor itt is szeretném önökkel megosztani, hogy még nem csak hogy idén, de nagyon reméljük, hogy szeptember előtt meg fog jelenni Magyarország új kiberbiztonsági stratégiája, ami egy szellemében az előző stratégiákhoz képest egy kicsit újabb. Figyelembe veszi a kihívásokat, jóval részletesebben figyelembe veszi azokat a stratégiai célhoz vezető utakat, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy Magyarország kiberbiztonságát magasabb szintre emeljük. Ugyanakkor azt is megosztanám önökkel, hogy a 13. évi 50-es törvény leváltó új információbiztonsági törvény is már elkészült, és egyeztetés alatt van, és nagyon reméljük, hogy az év első felének vége, második felének elején, de ez is megjelenhet és leváltja a korábbi 50-es törvényt. Sok mindenről lehetne ma beszélni. Én a szervezetekről, a mesterség és intelligencia kiberbiztonság kérdéseiről, biztonságtudatosításról, IoT kiberbiztonságról szerettem volna beszélni. Mindegyiket érinteném, de tényleg csak egy nagyon rövid gondolattal. Magyarországon sikerült a kiberbiztonság stratégiai, mondhatnánk úgy vezető szervei testületeit átszervezni, és a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiának megfelelően a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács keretében átalakítottuk az elmúlt időszakban a munkacsoportokat, a korábbi 6-7 megosztott és nem igazán működő funkcionális munkacsoportok helyett stratégiaibb munkacsoportok jöttek létre, így a nemzeti kibertér munkacsoport, illetve a nemzetközi és Európai Uniós munkacsoportokat, amelyek lényegesen globálisan és stratégiai szinten vizsgálják a kibertér szabályozását, és adnak választ a kihívásokra. És a Nemzeti Kiberbiztonsági Fórum pedig továbbra is az ipari szereplők, az akadémiai szektor bevonásával segíti a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács munkáját. Szervezeti kereteket kismértékben, de funkcionálisan átalakítottuk. A miniszterelnöki kabinetiroda szakmai irányítása mellett a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, amely továbbra is a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat alatt működik, már nem csak a kormányzati eseménykezelő központot, hanem a kritikus infrastruktúrákat felügyelő központot is magában foglalja, és az ágazati irányításban pedig a Honvédelmi Minisztérium katonai nemzetbiztonsági szolgálatán keresztül az eseménykezelést kezelik. Kiberbiztonságban a mesterség és intelligencia úgy szintén egy nagyon nagy terület, nagyon sokat beszélhetnénk róla. Én azt gondolom, hogy akár támadási, akár védelmi oldalon mindenhol megtalálhatjuk azokat a lehetőségeket, amelyekbe a mesterség és intelligencia belépett, vagy be fog lépni. A védelmi oldalon is olyan mesterség és intelligencia megoldásokat fejlesztenek világszerte, amelyek megpróbálják automatizmussá tenni a kiberbiztonság
eljárásrendjét, az incidensek kezelését, az incidensekre történő automatikus válaszadást, bár azt gondoljuk ma, hogy az emberi beavatkozás, a humánum azért még nem hagyható ki ebből a területből. Vizsgáltuk a támadási oldalt is, a Nemzeti Kibervédelmi Intézettel a ChatGPT-t megnéztük, milyen válaszokat adna a ChatGPT egy kiber támadásra készülő bűnöző részére, vagyis tettünk fel olyan kérdéseket, amivel akár adathalászattal kapcsolatos, akár olyan kéretlen levél generálásra kértük a ChatGPT-t, amelyre válaszokat adott, kértük, hogy készítsen levelet egy felhívással, hogy nyereményjátékra buzdítson, és erre nagyon jó válaszokat, idézőjelben nagyon jó válaszokat ad a ChatGPT, de vizsgáltuk kiberbűnözés szempontjából, hogy milyen más módszerek lehetnek adathalászatra, mennyire lehet automatizmussá tenni azokat az eljárásokat, amelyekre például a mesterséges intelligenciának a ChatGPT platformja lehetőséget ad. YouTube nevében próbáltunk egy levelet generálni, ez nem sikerült, bár hozzá kell tennem, hogy azért a mesterséges intelligencia platformok nagyon jó kikerülhetők árnyalt kérdésekkel, utasításokkal, úgyhogy azért el lehet készíteni sok mindent. És ha már a mesterséges intelligenciával ilyen jellegű üzenetek generálhatók, miért ne tennék meg a kiberbűnözők? Csak a Covid időszakában volt olyan nap, amikor 160 millió zsarolóvírusos e-mail indult egyetlen helyről automatikus üzenetküldése. Tehát azt gondoljuk, hogy támadó oldalról is, és védelmi oldalról is meg kell találni azokat az alkalmazásokat, amelyek lehetőleg automatizmussá teszik a mesterséges intelligencia bevonását a védelem területén. Óriási támadás éri adathalászattal a különböző szolgáltatókat, a banki oldalakat, a futárszolgálatok nevében küldött üzenetekkel, sőt, ma már azt mondhatjuk, hogy a SMS-ben kapott üzenetek jelentős része nem külföldi telefonszámról, hanem klónozott magyarországi telefonszámokról érkezik. Akár itt az OTP Bank egyik oldala, amely egy tipikus példája az adathalászatnak, teljes egészében lemásolt banki oldal, és arra ösztönzi a felhasználót, hogy pontosítsa a biztonság szempontjából és a biztonsága érdekében az adatait, és a kitöltött, belépett adatokkal már is olyan helyre juthatnak az adataink, amely nem a valós banki oldalra irányulnak. Lakossági biztonságtudatosítás szempontjából próbáltunk néhány megoldást mutatni, többek között a kereső, illetve a címsor előtt lévő kis lakattal, hogy legalább a nem gyakorlott felhasználók megpróbálják megnézni, hogy valóban hitelesített oldalra lépnek fel, vagy egy olyan oldalra, amely klónozottan generált oldal. De ugyanígy a Magyar Posta sem kivétel, aki 835,28 forintos befizetett számlát kap, illetve felhívást, hogy fizesse be, biztos, hogy nem hiteles oldalról érkezik, és nyilván nem elsősorban önöknek, akik kiberbiztonsággal foglalkoznak, az önök figyelmét kell erre felhívni, de a lakosság biztonságtudatosításban azt gondolom nagyon nagy szerepet kap, hogy az adathalász oldalakra próbáljuk nem rávezetni, vagy próbáljuk megmagyarázni, hogy ne lépjenek olyan linkekre a nem gyakorlott felhasználók, amelyek gyanúsak lehetnek. De nem különb akár a korábbi MKB, most MBH oldal, amelynek a banki oldala még mindig ugyanez, és még sajnos a kétfaktoros azonosítás sem teljesen zárta ki az adathalászat banki adatainak megszerzését. De sajnos a Nemzeti Adó és Vámhivatal sem mentes a támadásoktól. Ezek az oldalak mind olyan lefényképezett oldalak, amelyek tulajdonképpen nem a hivatalos kereső oldalakon jelennek meg, és üzenetekkel a különösen például a személyjövedelemadó vagy a vállalkozásoknál az adóbevallás időszakában negyedévente, havonta jelennek meg tömegében olyan
üzenetek, amelyben próbálják felhívni a felhasználókat, hogy lépjen be, pontosítson, vagy éppen van 101 néhány forint tartozása, és fizesse ki. Mobil készüléken is hasonló üzeneteket kaphatunk adathalászatra, és azok a linkek, amelyekre ösztönöznek, hogy lépjünk be, vagy töltsünk le alkalmazásokat, megint csak a nem gyakorlott felhasználónak lehet, hogy nem jelent sokat, a gyakorlott felhasználónak már ezekből is látnia kell, hogy nem szabad ilyen oldalakra belépni, nem szabad ezeket a linkeket megnyitni. Megint csak biztonságtudatosításban próbáljuk bemutatni, megosztani azokat az információkat, hogy minél biztonságosabban internetezhessenek a lakossági felhasználók is, hiszen a stratégiánknak is már 13 óta az egyik fő célja a kibertér biztonságos alkalmazása. De említhetnénk az IoT eszközöket, az IoT eszközök kihívását, több 10 milliárd IoT eszköz van Európában kiberbiztonsági megoldások nélkül. Az Európai Unió kiberbiztonsági ügynöksége, egy hálózatbiztonsági ügynöksége szabvány irányba mozdul el, és szabványosítani kívánja a kiberbiztonsági megoldást az IoT eszközökre, hiszen az egyik legnagyobb támadási lehetőség, akár a lakossági, akár a vállalati oldalon az IoT eszközök, de gondoljunk akár csak az egészségügyben alkalmazott IoT eszközökre, a sebészrobotokra is még sorolhatnám. Ezekre a kihívásokra próbálunk válaszokat adni, nem feltétlen Magyarország az IoT eszközök kiberbiztonsága megoldásának a legnagyobb garanciája, de azt gondolom, hogy az alkalmazások, a propagálás, a népszerűsítés, illetve az az információ megosztás, ami a figyelmet hívja fel az IoT eszközök kiberbiztonsági veszélyeire, az egy nagy feladat, és egyre jobban, gondoljunk csak az önvezető járművek területén, egyre jobban szorító kihívás lesz. És szó volt a mai bevezetőn is, hogy az Európai Unió kiberbiztonsági hónap mennyire fontos. A 23. évi októberi kiberhónap eseményén a 20 munkanap alatt 24 olyan kiberbiztonsági rendezvényt tartottunk, amely központilag is bejelentett rendezvény volt, esemény volt. Én nem is feltétlen a számok itt a legfontosabbak, hanem az, hogy ezek az események egyrészt a szakmai feladatot ellátók részére nagyon jó lehetőséget adtak, hiszen szakmai fórumokat, konferenciákat, előadásokat tartottunk, és nagyon fontos volt a biztonság tudatosító rész. Az információ megosztás abban, hogy valóban milyen széles körben kell a kiberbiztonságot ma használnunk. És számtalan olyan rendezvényünk van, ami nem csak az Európai Unió kiberbiztonsági hónapjában, hanem előtte, utána is biztonságtudatosító kampányokat szervez. Ebben a hónapban, május közepén például Gyömrőn egy lakossági fórum szombaton egész nap csak kiberbiztonsággal foglalkozik a helyi önkormányzat szervezésében, és kifejezetten a lakosság, a tanárok, a gyermekvédelem területére helyezi a hangsúlyt a kiberbiztonság témában. És nem győzzük elégszer mondani, hogy a kiberbiztonság közös ügyünk, közösen tehetünk érte a lakossági oldaltól a nagyvállalati oldalig mindenki, hiszen a legkisebb események is vállalatok szintjén is a humánumra vezethetők vissza, és az események nagyon-nagyon nagy százalék, a 90% fölötti nem technikai, hanem emberi mulasztásból adódik. A gondolkodj, mielőtt klikkelsz szlogen, az Európai Unió kiberbiztonsági hónap szlogenje volt 23-ban, idén is májusban egy kiberreggeli keretében szeretnénk megosztani azt az információt, hogy elkészült
és a napokban megjelenik a Nemzeti Kibervédelmi Intézet oldalán a kibernaptár, amely már nem csak az októberi eseményeket, hanem az egész év eseményét, kiberbiztonsági eseményeit fogja reklámozni. Mindenkinek lehetősége lesz eseményeket feltölteni, és eseményeken bemutatni azokat a lehetőségeket, akár biztonságtudatosításban, információ megosztásban, amely elengedhetetlen. Én elnézésüket kérem még egyszer, hogy ennyire gyorsan tudtam csak elhadarni azokat a fő pontokat, amelyekről szerettem volna egy kicsit bővebben beszélni, de nagyon bízom abban, hogy a közeljövőben lesznek olyan események, rendezvények, ahol találkozhatunk, és bővebben tudunk erről beszélni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, nagyon jó konferenciát kívánok, még egyszer gratulálok a konferencia szervezőnek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.